Immáron harmadik fórumát tartotta meg mindkét képviselőjelölt. Ezúttal a Kisfaludi és Csengei utca találkozásában a régi játszótér területén gyűltek össze, hogy megvitassák a problémákat. Itt ez egy nagyon érdekes terület, mert igazából olyan, mint egy kicsit úgy megállt volna az idő, és úgy, ha csak ezt a volt játszóteret nézem, akkor itt tulajdonképpen nincsen játék, és inkább van egy-két életveszélyes, kinyulló szög és ilyenek. Tehát mindenképpen itt ez a környezet megérdemli, hogy valami rehabilitációja legyen. Mint azt a jelölt elmondta, a Chicagónak nevezett városrészben sok egyedi problémával szembesült, amelyek egyedi megoldásokat kívánnak. Ott ez valószínű, hogy ők maguk nem fogják tudni megoldani. Tehát itt mindenképpen egy olyan segítség kell, központi segítség, amivel szép fokozatosan egy-egy utcáról utcára menve valamilyen módon itt rendbe rakni, van, ahol járda nincsen, van, ahol egyszerűen nincsenek leszórva, még egyszerűen csak sáros utak vannak. Tehát itt azért azt gondolom, hogy az első, amit ők kívántok, hogy egyáltalán olyan életkörülmények legyenek, ami mondjuk illendő lenne. Janó Attilani, a hetes körzet jelöltje, szintén a gondokat és az erre adható lehetséges válaszokat emelte ki. Ami ugye mindenhol felmerül, az utak állapota, a járdák állapota, a zöld területeknek a rendbetétele, és én el tudom mondani, hogy eddig bárhol, bármelyik területen, a választókerületemben 5 körzet van, bárhol jelezték, továbbítottuk az illetékesek felé, és szinte napokon belül intézkedtek, tehát így nagyon köszönjük az ő támogató segítségüket, illetve azt is, hogy most ez a tér is ilyen nagyon széppé változott, mire ide jöttünk. Mint közölte, a hetes kerületben a gyorshajtás az, ami rendre előkerül, erre pedig a helyiekkel közösen ötletelve nem felszedhető fekvőrendőrök kihelyezésében, vagy a pihenő lakóövezeti nyilvánításban látják a megoldást. Mi mikor eljöttünk ide aláírásokat gyűjteni, szórólapokat, vagy osztani, illetve beszélgettünk a lakókkal, akkor fogalmazódott meg így közösen, hogy olyan teret szeretnének, és ez illeszkedett az én elképzeléseimmel is, hogy közösségi tér legyen, ami mindegyik generáció számára élményt adhat. Összehozhatná őket, fiatalokat, időseket egyaránt. Mint azt felvázolta, a fórum helyszínére egy a környező városokkal való együttműködés szimbolizáló rózsakertet képzelt el.